Kézműves foglalkozásra került sor felnőtteknek a Magyar Kanizsai Pedagógus Továbbképző Központban. A mai látogatásunk alkalmát azt szülte, hogy Nyikus Anna népi iparművész, aki szőnyi születésű ugyanis Szőnyben, Komáromban vezet egy művelődési házat, de emellett ezer szállal kötődik Tatához, és a nyári művészeti táboron keresztül egyébként Magyar Kanizsához is, hiszen ott sok gyermekkel foglalkozik, akik innen látogatnak el hozzánk évente nyaranként. Így az ő foglalkozására jöttünk, egy kézműves foglalkozást tart itt Magyar Kanizsán, és emellett pedig lesz majd egy kiállítás bemutatója is délután 5 órától a galériában. Tata ugye testvérvárosa Magyar Kanizsának, úgy látszik ez a kapcsolat jól működik. Így van, ez is egy jó példája, ez az alkalom, hogy itt vagyunk most, és nyilván ebben az esztendőben, hiszen 2020 van, és a nemzeti összetartozás emlékéve különösen fontosak ezek az alkalmak, amikor egy kicsit együtt lehetünk, együtt megélhetjük a közös örökségünket, nemzeti összetartozásunkat, és bízunk benne, hogy az idén minél többször lesz lehetőségünk találkozni, akár itt Magyar Kanizsán, akár nálunk Tatán.